Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit a mai podcastunkban, február 27-én, holnap után lesz ugye a webináriumunk. Így van. Ezt mindjárt itt az elején megemlíteném, ugye, hogy jó lesz sietni, mert lehet, hogy betelik az 500 fős keretünk, és akkor már nem lehet tovább jelentkezni. Igen, hát most már 400 környékén vagyunk, úgyhogy még egy 100 ember. Általában mindig az utolsó pillanatban szoktak jönni az emberek. Igen, úgyhogy... mert most küldjük el az ívet, hogy az igen. Utolsó lehetőség. Úgyhogy igen. Igen. Úgy. Ez a, ugye a Fibonacci stratégiámat fogom elmondani. Gyakorlatilag ez azért egy érdekes dolog, mert két törvényszerűségen alapszik. Tehát két, az egyik az ugye a adótörvény, a másik pedig a Fibonacci törvény. A Fibonacci törvény az pedig egy általános természeti törvény. Ez azért érdekes, el szoktam mesélni, azt a sztori talán érdekel valakit, hogy a csillagászok találtak mit tudom, 300 évvel ezelőtt, vagy mikor, a naprendszerben találtak egy helyet, ahol keringtek bolygók, de nem volt semmi, hogy mi körül keringenek. Tehát nem működött a newtoni törvény, ugye a tömegvonzás törvénye, ami pedig lehetetlen, mert azon épül az egész univerzum, ugye. Egyetlen megoldás létezett, hogy ott van valami, amit nem látunk. És akkor matematikusok kiszámították, hogy itt és itt kell lenni egy ekkora és ekkora égitestnek, és akkor helyreáll a rend, akkor a tömegvonzások stimmelnek meg minden, és aztán rá nem tudom mennyi idővel, 100 évvel vagy mennyi, amikor már jobb távcsövek voltak, akkor megtalálták a csillagászok is halál pontosan ott, és ez volt a Neptun nevű bolygó. Oh. Tehát ez azért érdekes, mert egy természeti törvényből egy részből következtettek az egészre, és mi ugyanezt csináljuk a Fibonacci-nál. Igen. A korrekcióból következtetek arra, hogy hol lesz vége a trendnek. Pontosan. Tehát ez egy érdekes dolog lesz, mindenképpen. De legalábbis én nekem egyik kedvenc témám ez. Eddig amúgy teli találat, mert az összes fibba, amit behúztál, vissza lehet nézegetni az adásokat, hogy amit így meghatározta, hogy mi meddig, az mind megcsinálta a tépét. Sajnos volt olyan is, amik pont az én pozíciómmal szemben ment, de akkor is megcsinálta, szóval igazad volt. Igen, ez ugye a mi munkánk azért az, hogy valahogy predesztináljuk, hogy mi fog következni. Ugye ez egy ilyen kicsit úgy pontosan, mondom, az dolog arról szól, hogy kitaláljuk a közeljövőt. A közeljövőt, pontosan. Ez pedig egy hát hogy mondják azt, hogy nem egy exakt tudomány, hát de igyekezni kell minél jobban ugye olyan stratégiákat meghatározni, ami viszont exakt. Amik objektív. Igen, objektív. Tényeken alapulnak, illetve meghatározott dolgok. Ugyanis csak azt lehet megismételni. Igaz? Márpedig ugye a nyereséges kereskedés arról szól, hogy egy stratégiát, ami nyereséget hoz, azt megismételed, aminek szubjektív eleme van, azt nem tudod megismételni, mert ez attól is függ, hogy milyen lábbal keltél fel aznap, igaz? Pontosan. Hát például nem volt valami jó napom, nem is kereskedtem, szóval se egy szignál sem ment ki, semmi. Mm-hmm. Sőt, volt egy pozíció, amit el is méreteztem ráadásul. Mm-hmm. Hál' Istennek a többinek szignálba kiküldtem egy kisebb stoppot, de én meg oktatás közben elmondtam, hogy ez egy hiba volt, és áthelyeztem a stoppot, hogy olyan helyre, ahol kellett volna, hogy legyen, és ott maradt, és akkor nem mondom, jó. Úgyhogy az ma reggel kioffoltam, persze, ahogy kizártam, egyben megindult az árfolyam irányba. Mindegy, ez egy olyan dolog, hogy a stratégián kívül esett, egyből nehezebb kezelni, mert teljesen igen. Más. Szóval, hogy már hibásra történt. Ilyenkor le kell vágni, aztán kezi csókolom, ez történt. Úgyhogy megint írtam is a többieknek itt azért a WhatsAppon, hogy megkérdezték, hogy hol van az enyém, hogy miért van még meg nekem az a pozíció, ez a kínai 50 volt, kínai 50 index. És mondtam, hát, hogy ez egy elrontott történet volt, és akkor mondták, hogy jobb, mert nekik amúgy zárták, úgyhogy amúgy meg nagyon szépen pluszban vagyunk. Csak azért mondom, hogy ők jobban állnak, szóval sokan vannak úgy, akik sokkal jobban állnak a Signal Service-ben, mint én, ugyanis például most Kornél, ugye akkor föltettük a videót, emlékeztek Bánfi Kornélról, hogy 2000-ből tudott 10 000-et összehozni. Természetesen magasabb kockázattal, de azért ők követve a stratégiát, szóval az érti, hogy mi alapján kereskedünk, és az alapján van olyan pozíció, amiben biztosabb, akkor nagyobb lottarányit. Ilyen volt például a múlt heti
ezt említettem az előző videóban is, hogy, hogy a két héttel ezelőtti amerikai CPI-adat, ahol ő jóval nagyobb lotta rányított az aranyra is, és fel tudta vinni, azt hiszem 24 ezerre ment föl a számla, de csinált egy videót nekünk 20 ezernél, úgyhogy lesz majd egy videó, ahol 2000-ből 20 ezerre viszi föl az egyik ugye hallgató is, mert ő tanul is velünk, nálunk, illetve pedig len kereskedik is, meg szignál szervizes is, úgyhogy ez így a konklúzió, hogy jó az, hogyha ha így össze mossuk kicsit a dolgokat, ugye Gézának benne van a technikai része, hogy mert veled is volt, ugyebár aztán 2 hónapot, vagy már nem 2 hónapot legalább volt, de azért ott meg volt a technikai dolog, és velem pedig a fundamentálisat, úgyhogy tök jó, meg célok is vannak, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, mert egyre többen vagyunk így. Most nem mondhatok, csak ilyen sikersztorik, hogy mit tudom én, hogy 30 ezer dollárból megütötte a 70 ezret, akkor van, aki 5 ezerből mindjárt 20 ezernél tart, amúgy ők meg a tieid, beszéltem a partnercég, a Comarketsz, és akkor volt egy pár panaszunk, és akkor mondták, hogy hát magyarok nagyon jól kereskednek, mondom, hát tartjuk a stratégiát, úgyhogy hála Istennek jól alakulnak a dolgok, szóval upcoming, coming soon, újabb videó, ahol 2000-ből 20 ezerre sikerült valakinek, gyakorlatilag a Kornélnak felvinni a kereskedését, szóval tartjuk a stratégiát, és akkor megyünk szépen tovább. Na, hát akkor szokás szerint a fundamentális. Menjünk át a nézzük meg, hogy mi a helyzet a fundamentumokkal. Itt épp ez a... Jó, nem fejeztem be, mi volt a bakim. Na. Bekötöttem egy nagyobb pozit, mert felvittük már 54 ezerre a számlát, képzeld el. Jóan szépen, nézd meg, folyamatosan itt látod, jönnek szépen, zártuk le fel a nyerőket, pá-pá-pá-pá-pá, egymás után, tép és a többi. És akkor itt volt egy elnézett pozit, látod, 5,76 lottal volt az egész. Ebből már én kézzel már lezártam, de még úgyis sok maradt. És úgy számoltam el, képzeld, hogy ez egy hiba, hogy valaki, hogy hogyan történt. Amikor a position size kalkulátort, ugye meghatároztam a szinteket, hogy akkor én hol akarok belépni, és ott hagytam ugye így a piros vonalat. Így. Mm-hmm. Amikor a position size kalkulátort ráhúztam, én mindig ezt nem a size-ért használom, a position size kalkulátort használom, akkor ennek is van egy ilyen piros vonala. Ugye? Hogy akkor őt hova teszed. Mm-hmm. És ez a piros vonal, ez valahogy itt így maradt így rajta, tudod? Mm-hmm. Valahogy itt így rajta maradt. És én meg a másikat néztem, hogy mondom, jó, hát akkor itt van a stoppunk, tudod? Itt van a stoppunk, és benéztem, mert hogy a ide számolta nekem közel. Aha. Képzeld el. És utána már észrevettem, amikor húztam a stoppot, tépet, hogy mondom, kicsit too much, hogy mondom, itt a nyerő valami 17 ezer. Fú, mondom, gyerekek, ezt elnéztem. Akkor visszavágtam, jelnek már kisebbet küldtem ki, és rossz toppal ki is szedtem ugye a srácoknak. Nekem pedig én zártam természetesen legrosszabb helyen, és onnantól kezdve pedig elkezdett rallizni, de hát ez általában Murphy, de ez is ugyanaz a helyzet, hogy ha valamit elrontottál, akkor nem érdemes tovább görgetni, mert nem látod, szóval nem tudsz tisztán gondolkodni. Ezért néztem, reggel ilyen 4:30-kor felnéztem, mondom, gyerekek, jó van, akkor inkább dobom. Ugye kirajzolt egy engulfingszerűséget, mondom, akkor ez még tovább megy, mondom, inkább menj, kész, köszönöm szépen a részletet, csá. Úgyhogy kivágtam. Így is még mindig ugye 12 ezernél vagyunk a számlával. Hadd mondjak én is valamit ezekhez a vonalakhoz. Igen. Ugye azt ajánlom mindenkinek, aki használja a Sizert, hogy amikor végzett vele, tehát amikor megvan a dolog, tehát elindult a trade, akkor tüntessen, vegye ki a vonalakat, hogy lehessen látni a trade vonalait. Igen. Ugyanis igen, azok rajta vannak. De most, hogyha azt valaki, akkor milliószer előfordult, hogy velem is egyébként, hogy megfogom a vonalat, és el akarom húzni, és akkor alatta van a trade vonal, és azt húztam el. Igen. Tehát a következőt javaslom. Vagy azonnal levenni, az a legjobb, vagy azonnal levenni, vagy hogyha az ember meg akarja mozdítani valami miatt, például a take-profitot arrébb akarja tenni, akkor először van egy ilyen menüpont lent, hogy a kereskedési szintek eltüntetése. Akkor azok eltűnnek, és akkor tudod a vonalat
gondtalanul mozgatni, és utána visszatehetett a keret a szinteket. Igen, hát én ilyen manuálisabb vagyok, hogy én pont ezért használom a százat, de mindig ráhúztam én is, tudod? És van, amikor így nem látod, szóval itt így húztam, és itt nem látod oldalt, hogy akkor mennyi, ugye számolja és mutatja, igen. Ugye ezen a részen számolja és mutatja, hogy konkrétan mennyi a kockázat. Na most, hogyha ez itt így nyitva van, akkor konkrétan ezt eltakarja a position size kalkulátor, és nem látod azt, hogy például, hogy ezt mozgatod a stoppodat, hogy akkor mennyit kockáztatsz. Na most, hogyha a position size-t ezt kioffolom, és utána mozgatom, akkor látszik, akkor ott számolja nekem, hogy ez plusz 900 ezer dollár, hogy milyen izébe vagyok, hogy hány dollárt kockáztatok. És ennyi, nagyon könnyen el. Szóval ez egy baki, és nézzetek meg, hogy nekem kidobta azt, hogy 5,76-tal indítottam, és hát meg is volt az eredmény, hogy vitt egy ötöst elvitt, pedig olyan szépen, na mindegy, hál' is csak nekem. Úgyhogy a többiek például az ilyenektől már mentesülnek, meg is tudják szürögetni, nem ugye. Szóval például a koronás, ő észre, hogy benyitok valahol, általában még kicsit visszakorrigál, és akkor kicsit később, egy 5-10 pippel jobb helyen nyit. Többször le is teszik amúgy közben. Szóval már TP-nél vagyok, TP közelében leteszi, visszább jön, megint belenyit, megint TP közelében, megint. Szóval egy pozíció, majd 2-3 profitos kötést is letesznek. Csak mondom, hogy ez hogyan néz ki. A másiknek ugye meg van szűrve, ha már kapsz egy kész szettet, tehát amikor küldjük a konkrét jelet, hogy akkor mi a helyzet, ugye már, akkor látod azt, hogy például itt van az, hogy DAX, ez most küldtem, DAX vétel, H4-es engulfing, mehetünk tovább fölfele, gyengébbek lettek az európai loan, private loan adatok, magyarán kevesebb kihelyezett hitel volt ismételten, és akkor most át is térünk a fundamentumokra, kevesebb kihelyezett hitel volt Európában, itt van a private loans year on year, ezt nézzétek meg, hogy ez hogy megindult lefele. Oh. Ez konkrétan ahogy behozták elkezdték emelni az alapkamatot, abban a pillanatban ez kb. Ez itt volt a csúcs, itt kezdték el az alapkamatot emelni, és onnantól kezdve már azonnal reagált is a piac, ahogy drágább a kamat, egyre lejjebb és lejjebb tolták a felvételt, a hitelfelvételt az emberek, hiszen abban az esetben ez már nem volt annyira, hogy is mondjam nekik, egyértelmű volt a piacnak, hogy nem annyira biznisz fölvenni hitelt, hiszen nem mindegy, hogy mondjuk 0%-ért veszed fel, és majdnem ingyen van pénzed konkrétan a banktól, vagy ugye most azért már az európai alkalmat is megütötte a 4,5-et, kérem szépen, itt vagyunk lent. Mm-hmm. Látszik, hogy az eurós alapkamat is 4,5%-nál van, és ebben az esetben most, hogyha kamatos kamattal elkezdesz számolgatni, akkor látod azt, hogy igencsak drága lett fölvenni hitelt, kivéve japánoknál. Ja, amit emlékeztek, nézdek, azt hiszem 3-4 héttel ezelőtt volt egy elemzés a japán indexről. Emlékeztek, amikor azt vezettem le, hogy van egy discount benne, mert a japán jelen az leért. Ugye, hogy a japán leértékelődött, de közben úgy exportolta, és exportban pedig ugye dollárban, euróban, angolfonon kapják a bevételt. Szóval alapvetően a japán tőzsd az leértékelt, még úgyis ugye akkor is csúcson, vagy csúcs közelében volt. Csak hogy most erre visszatérjünk, visszakössünk erre. Nézzétek meg, múlt héten most zártunk is rajta egy szép nyerőt. Azt mondja, hogy Japan 225, ez a Nikkei, ezt nézzétek meg, hogy akkor mit csinált azóta, és most egy pár hétről beszélünk, szóval valahol itt beszélhettem róla. Valahol itt beszéltem róla, hogy itt ennél a történetnél, és azóta meg kell nézni, keressétek vissza, de valahol itt szóltam, hogy még nagyon sok van benne, és nagyon sokat ment, azóta még 15%-ot ment a japán index telibe. Úgyhogy fordulathoz érkeztünk, ahol már a gazdasági mutatók, illetve a piacon elérhető likviditás, ezzel összekötve például a DAX-ban is további rallit várok, pontosan ezért, mert már oda érkezünk el, hogy elkezdődhetnek az alapkamat vágási periódusok, a dovis megszólalások, és ezt ugye konkrétan a számok is alátámasszák. Lásd,
az európai private loans hitelfelvétel az mennyire visszaesett. És ha megnézzük, hogy ezt amúgy nagyon nehéz amúgy megfogni nekik, szóval hogyha ezt elrontják, azért nagyon könnyen be tudnám csúszni olyan zónába, ami már nem is inflációt, hanem a deflációt okoz konkrétan. Mm-hmm. És azért itt végig, szóval 2014-től végig egészen 2021-ig, 22-ig konkrétan nulla volt az alapkamat. Szóval nagyon tolták a gazdaságot, és látszik is, hogy ebből volt valami, aztán most meg megint odavágta. Szóval mi Európában érzékenyebbek vagyunk, mint az amcsik, sokkal jobban és konzervatívabban gondolkodunk, mint ők. Nálunk nagyon-nagyon számít minden egyes pillanat Európában. Természetesen egy sokkal ugye, diverzifikáltabb, különböző országokból, különböző nyelvekből, népekből, kultúrából álló vegyes az egész, míg az Amerikában ez kicsit más a helyzet, teljesen, úgymond homogén az egész ország, illetve hát az Egyesült Államok mondhatni. No, ami érdekes, talán nem volt semmi konkrétan, nem volt semmi olyan, amiről Lagarde beszéltem úgy, de semmi olyan érdekesség, amire azt mondanám, hogy hú. Most jön majd durable goods, visszaesést várnak természetesen, hát ez a januári adat lesz, ugye itt van egy elcsúszás tartós termékekből, hogy mennyit rendeltek meg. Januárban természetesen karácsony után itt visszaesést várnak, úgyhogy ez egy teljesen normális dolog. Mi amúgy per pillanat, amilyen pozíciók vannak, például USZ-ZAR-nál itt egy visszatesztet várok ide legalább ehhez a key levelhez, de most, hogyha már itt vagyunk, akkor mondd el te is a véleményed, hogy mit látsz ebben a chartban. Én itt egy kiépülő engulfingot láttam, illetve egy key level bevelő beütközést, ahol egy visszatesztet várok. Mm-hmm. Tessék. Jó. A key level az érvényes, minden oké. Okay. Ez D1-en vagyunk. Aha. Én D1-en nem nagyon szoktam kereskedni. Az egyértelmű, hogy ott volt az a két nagy gyertya, ugye a key level, illetve a Ingolfin gyertya megcsinálta a felét, tehát az a trét az gyakorlatilag... Meg is, kicsit többet a gyertyáshez képest, majdnem az egészet megcsinálta. Igen, és ha valaki még tovább várta volna, akkor is az már ott mindenképpen break-even volt, tehát veszteni semmiképpen nem lehetett vele. Na most, hogyha most jelen pillanatban megnézném, akkor van nekünk itt egy kialakulóval lévő sortunk ám. Kérem ez szépen, az, azt ez mondja, az. Hogy... Igen. Ugye ott onnan indulunk föntről. Igen. Itt van az első korrekció. Uh-huh. Fibonacci gyerekek, Fibonacci. És sajnos már majdnem kész volt, el vagyunk előtte. Uh-huh. A H1-en majdnem megcsinálta. Igen, el vagyunk késve. Sőt, már kész is van. Igen, megcsinálta. Jó, hogyha esetleg... Ugye, látod, itt az első korrekció. Igen. Ebben nem volt több korrekció, és pontosan idáig. Megcsinálta a százas. H1-esen kész van, igen. Na, erről fogok beszélni. Igen, oké. H4-esen már ezt nem is nézed, csak H1-esen használod. Ja, hát ez napon belüli trédeknek. Igen, azért, kizárólag azért, hogy élesz H4-esen is, ugye, csak mint az engolfingnál ugyanúgy, egy H4-es csárton nyitott trade az átmegy biztos a következő napra, majdnem biztos. Majdnem biztos, igen. Sőt, esetleg még tovább. Igen. Na most ugye swap és társai, vagy hír, vagy történik valami éjszaka, vagy paparapap. Több ilyen volt, igen. Kicsit rizikosabb a dolog, azért én megmaradok, szeretem lezárni a napot. Igen. Erre amúgy a pivot stratégia, ugye? A grid, pivot grid az még tavaly decemberben tartott az előadást, még a bankcenterbe. Igen. Igen. Két tanítványom van, amelyik nagyon szereti és csinálja is. És akkor, na, eldöntöttek, az egy érdekes dolog, mert az nem egy olyan rettenetes pénzeket lehet keresni rajta. Ő eldöntött, hogy neki olyan 70 dollár körülbelül az elég. Napi? Naponta. És annyi össze is jön neki. Na, ennyi. Hát figyelj. Azt mondja, hogy kész, nem kockáztat az tovább. 1000, az, hogy minden jó, mondjuk 1000-est összehoz abban a hónapban, most gondolj bele, az közel 400 000 forint.
vagy 300, most lehet kötekedni. De majdnem ma megvan a félmér, aztán 4 kiló körül hoz. Abban már megvan, hogyha úgy van akkor a lakástörlesztő, vagy a regiszámla, vagy a benzin. Úgyhogy ez már egy... Már egy... De amúgy, amit nagyon-nagyon szeretek és tetszik, hogy egyre többen vannak ilyen példák nekünk, hogy egyre többen vannak úgy, hogy már saját maguk kereskednek, már elsajátítottak stratégiát. Természetesen meg mi is másolják, meg te nagyon haragszol, hogy nem azért mondta, hogy valaki nem akar stopot használni, meg TP-t, és ez egy nagyon öngyilkosságot, és egyszerűen ebben mindig veszekedések vannak, de a stratégia maga az működik, és a lényeg, ami nekem hihetetlenül jó érzés, amikor azokat kapom, ilyen köszönő e-maileket, meg konkrét beszélgetéseket is, hogy mekkora király, mert hogy ez működik, mert hogy vannak olyanok, akik sok ilyen tanfolyamon részt vettek, igen, tudod? Igen, nálam is. És ugye általában ment az ez a... Úgy gondolom, hogy... Olyan, de meg olyan csártokat üzéltek föl, hogy így... Tényleg igen, egy ilyen, az összes szín a szivárványból. Minimum három mozgó átlag, az igen. Standard. Az meg ez a Bollinger szalagok, akkor trendcsatorna, akkor trendvonal, RSI, MACD, szóval a csárban már nem is nagyon láttál valami, alul fel voltak sorakoztatva az indikátorok. Igen, azt mondani, hogy az erdőtől nem látni a fát. Pontosan. Szóval, és ezt látom, most is megy, szóval most is látok ilyen ugye, mert TikTokon feldobálja őket, hogy ez a hogy kereskedtem most, és akkor ilyen izék vannak, hogy elkezd így ezeket az indikátorokat felhúzogatni, és vagy a másik, amely most nem mondok neveket, csak a másik, amelyik fundamentális elemzést akar levezetni, és így ez a teljesen fordítva ül a lovon. Mm. Szóval ez a euró-dollárról volt szó, és akkor azt magyarázta, hogy most mennyire durván lesz majd alapkamatemelés, és hogy most milyen hatása van. És akkor most euró-dollár ez le fog menni 0,8-ra, tudod? Mm. És így jöttek meg ki az adatok, hogy ez nem abban az irányban megy már, hogy már pont ott van a fordulat. Szóval pont a fordulatnál mondta azt, hogy most mindent bele, mert most ez be fog szakadni, mint a disznó. És néztem, mondom, hogy gyerek, hogy téged valaki meghallgat, akkor bajok lesznek, mert szóval egyáltalán nem abba a... Látom azt, hogy nincs benne gyakorlata, nem kereskedett, nincs meg az a konzisztens, tudod, se stratégia, se semmi, csak ötletek vannak, és akkor általában egy pár hónap próbálkozás után azért ezek megszűnnek, ezek a próbálkozások. Úgyhogy mindegy, csak azt akartam mondani ezzel az egésszel, hogy ha már kereskedésről van szó, akkor legalább olyanokkal, legalább nézzétek meg, hogy mit tud az ember, vagy mi az, amit össze lehet hozni. Hál' Istennek itt most ez az én bakimat elnézze itt a Kína Indexen kívül, szóval a Signal Service-zel most szerintem 3-4 vagy 5 hete azóta nagyon, de ez a, tudod, az a, ahogy kell. Szóval nem ez a nagy hektikus, hanem szépen lassan így azért tingilingezünk fölfele. Szépen lassan, tudod, ez ahogy a nagykönyvben meg van írva, és nagyon-nagyon sokan úgy, ahogy kell, le is követik, és aki tartja a stratégiát velem, az mind-mind pluszban van, és ennek nagyon örülök. Az meg, hogy még rá is tesznek egy lapáttal, lásd ugye Colin, aki 2000-ből 20 000-et, de van az 5000-ből 10 000, stb., szóval jó pár ilyenünk van. Azok meg még jobban esnek, úgyhogy igyekszünk majd még több videót kitenni. Ugye, hát ez egy más történet, hogy valaki elmutogassa, hogy mennyit keresett, de hamarok megnézzetek, ha adjál már kölcsön. De sok sikersztorink van, hála Istennek, kopogjam, nem van. Hogy nem vagy babonások, csak sót hátkezve. Szóval ez nagyon jól esik, úgyhogy készülünk közben, itt így amúgy majd szemináriumot is szeretnénk, de erről majd később, majd a webinár után elmondjuk, hogy mi van.
Még annyit hadd mondjak el, most erről nem tudom, miről véletlenül eszembe jutott, hogy van az engulfing, egyszerű, a simple engulfingnak hívtuk eddig, azt átnevezem basicnek. Készül egy új változata, amiben új változók lesznek. Szóval lesz benne egy pár új dolog, amivel egész biztosan, hogy minimum 30%-kal több lesz a hatásfoka. Több, oké. Oké. Szóval lesz egy új robot is akkor ebben az esetben. Ezen a héten kész lesz. Akkor már tudjuk is tesztelni. És na, a lényeg az, hogy készülünk Pestre. Ugye könyv is folyamatban van itt. Én természetesen nem leszek benne ebben a könyvben, ez teljes mértékben a Gézáé lesz. Ezt én csúsztam ki a határidőből, úgyhogy ennye-benye. Tetszik az, hogy egy hullám elindult, és egyre többen veszik ki. Tudod, hogy kezdik el komolyan venni, és utána néznek, és tanulnak, és olvasnak, és a e-bookokat töltik lefele, mint az állat, hogy az embereket, végig nem csak tudod, hogy majd valami lesz, hanem hogy wow, oké, ez működik, hogy akkor ez hogy is kell. Ez nekünk nagyon-nagyon tetszik. Ráadásul az Investriumnál is, csak hogy akkor most átmegyünk ide, hogy az innen meg tudjátok nézni, hogy úgy van kereskedés, és akkor van az, hogy a robotok expertek főoldalon is fönt van, ugye? Itt az Investrium van, és akkor részletekre, hogyha rákattintotok, ez a legegyszerűbb, ugye megtaláljátok. Van az Investrium One, és remélem március közepére már meg lesz az Investrium magyar alapkezelésünk is, és ami a jó hír, hogy nekünk ezzel a célunk, ezzel az alappal, az Investriummal az volt, hogy egy évben benchmark fölött hozzunk, ez a 20-30% között. És a jó hír, hogy akik velünk kezdtek még most ez mennyi pár hónapos történet, már megvan úgyhogy nagyon konzervatív, több mint a fele a tőkének, sőt 75% akkor még kötvényekben, pénzpiaci alapban volt, szóval nagyon konzervatívan, már elértük a 10% környékét. Most nem mondhatok pontos számot, pont ezért mondom. Mondom így, szóval ami a teljes éves célnak már a fele, megvan úgy, hogy csak február van. Úgyhogy akit ez érdekel, az mindenféleképpen jelezze a kapcsolattartójának, vagy jöjjön fel az investrium.man-ra, és regisztráljon, és akkor elmondják a srácok, hogy az Interactive Brokers-nél kereskedünk, szóval az Interactive Brokers-nél van vezetve a számla, hogy látod, hogy mi történik a számládon, a JP Morgan az alapkezelő, az Amerika legnagyobb bankja, hogyha a dollárt választod, akkor a New Yorki branch, ha pedig az eurót, akkor pedig a frankfurti branchnél vezeted, de úgy szintén a JP Morgan-es számlán. Ez Magyarországon szóval kívül. Szóval csak, hogy félreértés ne esik, ez nem forex történet. Nem. Ugye? Nem, ez egy konzervatív részvényekkel, indexekkel, stb. Érték. Így van. Ez egy blue chip portfólió, amelynek mondanám, hogy nagyon konzervatív, mert a fele az most is, szóval fele az kötvényekben van. Most elkezdték tovább építeni a portfóliót, úgyhogy voltak alávásárlások, rávásárlások, de tényleg, hál' Istennek, nagyon nyugodtan, szóval nincs ez a hips-hups bennem, szépen nyugodtan ez is tinglizik fölfele. Most mai nap megint bővülni fog a portfólió egy új részvénnyel, erről pedig a srácok amúgy, akit érdekel, lehet regisztrálni, és akkor elmondják, hogy mi a helyzet, de tényleg, hála Istennek, ezek a dolgok, amiket mi levezettünk az elmúlt pár évben, ugye hiszen hogy lépkedünk előre fel, nem? Az elején még, amikor most ugye Indonéziába visszajöttem, akkor Signal Service sem volt, hanem akkor bemutattuk a stratégiákat. Utána... Igen, akkor webinárokat tartottunk gyakorlatilag. Így van. Utána volt pár ilyen izé, hogy hát ez nem működik. És akkor nem működik? Igen? Na hát akkor mutassuk meg. Akkor elkezdődött a Signal Service, ami most már
Nem, még van 2 hónapunk. Mm-hmm. Ugye április végén volt, április májusban. Meg lesz a 3 éves lesz a Signal Service. És még mindig van ember, aki a legelejéről. Jó pár van, igen. Hát itt a max 10 még az megvan, ugye még az egejétől. Aki megvan. Igen, ott is rekordban voltunk, mert felugrottunk majdnem 150 főre Signal Service-ben, a másikkal együttvéve. Uh-huh. És ugye most tisztítjuk már, nézzük, ki van, ki nincs, de azért szerintem ez is egy nagyon jó feedback, hogy három éve velünk vannak. Uh-huh. Vagy sokan vannak, akik több mint 2 éve. Úgyhogy látszik az, hogy lett egy hogy ilyen egyetfejlődés van, hogy hogyan alakulgattunk, ugye akkor lett az Investidium, és akkor most jön majd a magyarországi, aztán, hogy Investidium abszolút hozom befektetési alap, úgyhogy az is elérhető lesz, akár a bankokon keresztül is, ugye most itt beszéltünk pár bankkal, és már van, akivel úgy néz ki, meg is tudtunk egyezni. Majd mondom, hogy kikkel, amikor ez megvan, de a lényeg az, hogy ez működik, ez úgymond a nemzetközi, most egyenesen az Interactive Brokersnél. A másikén is az Interactive Brokersnél kereskedünk, mert az a legolcsóbb. Az, amit tudni kell ebben az esetben, az Investiumnál, hogy itt mi 20%-os, szóval a Maxemmel dolgozunk együtt. A Maxem az egy EU-s brokerház, akin keresztül az a szolgáltatás, hogy portfolio management lehetséges, ez megvalósul, és teljesen legálba, úgyhogy a Maxem az pedig 20% sikerdíjért működteti a rendszert, és természetesen ez a közös érdek is, hogy tovább is bővüljön a portfólió, és haladjunk szépen lassan előre. Nagyon jó év lesz az idei is, szóval ahogy látom, ez most, hogyha elkezdődnek még a kamatvágások, akkor ez még egy lapát lesz, úgyhogy kérek mindenkit, ne gondolkozzatok kis befektetőként, hogy amikor már ezt is megdupláztuk, akkor utána, hogy várt, akkor most, hanem ezek most jó pillanatok, és érdemes, mi mindig nagyon-nagyon érdemes foglalkozni a részvényekkel, illetve ilyen típ, aki nem ért hozzá, akkor inkább adja ki sikerdíjért, hogy kezeljék a tőkéjét. Jó? Kezeljük konkrétan, ugye mi consultancy ben vagyunk velük. Szóval az Investium jól teljesít, hála Istennek, haladunk tovább, a fundamentumokra pedig visszatérek, és ami ugye most lesz majd a Durable Goods Amerikából, de lesz egy Consumer Confidence is, amely beszokta folyásolni a piacot, hiszen látszik az, hogy mennyire érzik pozitívan vagy sem az Ancsik a helyzetet. Ez egy, de mondhatnám, hogy ez egy pozitív hely, ahol most vagyunk. A Richmond Manufacturing Index utána jön ki holnap, ausztrál CPI adat éves, 3,4-ről 3,6-ra várják, lehet, hogy meglepetés lesz belőle, és kicsit kevesebb lesz. Ha pedig ez, akkor pedig az ausztrál dollár az tud erősödni, most igencsak bikásan jelzett. Van is out kötésünk, az előbb kötöttem out NZD-t ráadásul. Itt, amit észrevettem, kötést, az most egy dolog, hogy itt van, most ez egy ponnyításra jött ki, de ez egy nem helyes engulfing, nem helyes, viszont D1-ben azért itt van egy másik, amely azt mutatja, hogy ebből a teritoriumból azért nagyon könnyen meg tud indulni, és be is kileveleztem, hogy bejöttünk a kilevel fölé, látod, hogy itt akkor most kicsit meg tudunk indulni, úgyhogy ezért van egy out NZD kötésem is, várok benne egy visszatesztet, illetve vissza itt van, illetve itt van, látod, hogy benne egy ilyen D1-es. Tudom, hogy D1-es, de akkor is egy bikás momentumot jelez a számunkra. Nem tudom, itt H1-en megnézed-e, hogy akkor mi a helyzet, vagy van-e, vagy ebben nincs korrekció, vagy mi az, amit látsz? Hát ez nem szép. Nem szép, ugye? Szép, sajnos. Nagyon... H1-en... Igen, ez az egyetlen egy megálló van, uh-huh. Úgy mondjam, amit esetleg meg lehetne nézni M30-on, de a kapásból mondom, hogy ez itt a 61,8, az biztos, hogy ez meg a 100%. Tehát ez az is már kész van. Az már megvolt. Aha. Ugye, jó. Tehát a dolog így néz ki, hogy ez itt indult, a korrekció az ott van, igen, akkor az hagynom kell, ugye, hogy szúrja át, és akkor puff, most van meg. Már meg is volt. Oké. Okay. Ez ennyi, ez napon belül trade-re,
ez megvolt akkor ebben az esetben. Itt technikailag ennyit tudtunk hozzászólni. Van még igen érdekesség, csak hogy mutassam, az Ethereumot kereskedtük le, itt az elmúlt héten párszor rá is kötöttünk, meg zártunk is, úgyhogy tökéletes, mert volt egy olyan, hogy benyitottunk, lejjebb jött, alávettünk, lezártuk. Lejjebb jött, alávettünk, lezártuk. Szóval már kettő nyerő pozí lett rajta, és most van ami a harmadik, amit még mondtunk, és megint van egy lehetőség visszakeresni, hogy a CPI, az amerikai Fed, illetve a kriptomozgások közötti összefüggést levezettem amúgy egy pár héttel ezelőtt, és akkor meg lehet nézegetni, hogy hát, hogy by the way, megint teli találat volt, szóval a hosszú távú dolgok azok nagyon jól, nagyon nagy találati arányjal sikerülnek a számunkra, és ez egy ilyen hosszú távú dolog, például az investem is, ahol legalább egy éves periódusban kell gondolkodni, hogyha több, az meg még jobb, akkor még jobban. Szóval nem, nincs az a... nyilván inkább a nagyobb összegekben gondolkodok. Így van, igen, itt van egy minimum, szóval minimum az 10 000 euró lett az, ami alá nem is nagyon tudunk benyitni, mert ugye bontva vannak, szóval például mondok egy példát, hogyha venni akarok mondjuk 2%-ért Louis Vuitton részvényeket, de az is van, most így, most a Louis Vuitton az nem egy 100 eurós részvény, hanem közel 1000 eurós részvény. Mm. És nem nagyon tudunk úgy venni 2%-ért, részvényt, hogyha egy darab részvény, az már a tőke 10%-a. Érted? Szóval ilyen eltolások vannak ebben az esetben. A magyar alapnál nem lesz, mert ugye ott egyben van az egész, ott mindenki egyik a másiknak tud aláfölé vásárolni, és ott kicsi mód, ugye ott egységek is vannak ráadásul, itt pedig külön-külön szét van szedve mindenkinek számlára az investőnál, de azért mondom, hogy itt a hosszabb távú történet a lényeg, és akkor most itt így az Ethereumra, illetve a kriptókra is kitértünk. Az NZD-nél lesz kamatdöntés, úgyhogy aki fönt akar lenni hajnal 2-kor még, az le tudja kereskedni. Valószínűleg nem lesz semmi változás, megtartják 5,5-ön, de lehet, hogy lesz egy mondjuk egy vágás benne, nem tudjuk, hogy most ez meglepetelés lesz. Azt mondja, utána holnap USD GDP adatokat kapunk, 3,3%-os negyedéves növekedés, hihetetlen. Megint szárazon jönnek ki a vízből az amcsik. Akkor lesz egy GDP price index, ez azért fontos, mert ebből konkrétan ez azt jelenti, hogy a GDP-ben létrehozott termékek és szolgáltatásoknak milyen CPI-ja van konkrétan. Ez azt jelenti, és ez azért fontos, mert az amerikai gazdaság több mint kétharmada a GDP-jét ő termeli meg, és fogyassza is el. Szóval, és itt 1,5-re várnak negyedéves alapon, ami... Ebben az esetben, hogyha ez így történik, akkor a dollárban egy elég komoly gyengülés következhet. Nézzétek meg, hogy mi történik majd a dollárral, de nézzük meg például a dolláros kötéseket. Nekem most volt egy euró úsdom, azt kiszedtük, de nézzük meg az euró-dollárnál, hogy akkor mi ehhez mozzáltuk le. Persze, megy még, tingelingezik talán, nekem most megjelzett ez az EU-s adat, de mi az, amit látunk például az euró-dollárnál, nézzük a GBP-dollár például, GBP-dollárnál, mi a helyzet, mi az, amit látsz benne. Tiszta. Igen, köszönöm. Hát itt nagyon egymás mellett vannak a gyertyák, azt nagyon szeretem, ugye, ez a rész, ugye, itt egyik le másik föl, nagyon pici a forgalom, jó, ez éjszaka volt, na de hát, igen, ebben nem látunk semmit, az ég ott a világon. Tehát ez nagyon cikázik, ugye? Bármire mehet. Ugye, nagyon cikázik, de itt most volt egy ilyen, ami megviccelt, és nem szálltam rá, például őt engulfingnak el lehet fogadni, ugye, mert hullámzik föl, itt van a csúcsa, és akkor csinál egy medvés engulfingot. Hát a helyzet az, igen, hogy ha egyértelműen fölfelé halad, és a korrekciónak az első gyertyája egy engulfing, az általában elvész. Így van. Ezeket már nem is kötöttük le.
ugyanis volt, erre rámentem még, itt erre, és mert akkor még nem is volt, látod, akkor még csökkenő trendben voltunk, és rámentem erre vagy erre, valamely ezek közül, és kiszedett, aztán euró-dollárnál volt, és hadd mutassam meg, hogy hogy megviccelt a drágaság. Ugye azt mondja, hogy igen, beszálltam erre, látod, hullám, dodgy, le. És itt kiszedett, pont fölötte, azt utána megcsinálta. Megcsinálta. Akkor mondom, ez itt megint, ezt elfogadtam engulfingnak, mondom, hogy itt van a csúcsa, mondom, akkor ez most itt legalább le fogják gyilkolni még jobban. Persze, hogy nem, persze, hogy kiszedett, mondom, jó, gyerekek, ez elszállt, egy teljesen másképp a lányzóhoz. És azért mondom, most egy változás van. Szóval most van az a változás, amikor ezt a kiveséztük keményenben a haladó tanfolyamosokkal, hogy hogyan történik az, hogy a piac figyelme az inflációs adatokról hogyan terülődik át a GDP-vel kapcsolatos makrókra, és ugye itt most meg már longoltuk is, és megy is tovább, szóval a dollár gyengülés az váltott. A dollár gyengülésén a dollár japán yen shortot dobtam. Apropó GDP dobtam csak, be. Igen. Hát egy egészen rövid dolog csak. Tegnap láttam egy dokumentumfilmet Kaliforniáról, és hogyha a Kalifornia egy önálló állam lenne, akkor negyedik lenne a világon a gazdasági növekedés szempontjából. Gazdasági növekedés vagy GDP szempontjából? Vagy ha növekedést nézzük, hogy akkor százalékban nézzük, hogy akkor a többiekhez. Nem tudom, a kettő közül. Mindenesetre Dániával egyenlagú a GDP akkor. GDP-je. Akkor a GDP az... Hát ez... Igen. És ez csak egy bundeszállam. Igen. De? Igen. Igaz, hogy a legjobb, leggazdagabb is a legjobb. Hát mit, ilyenek vannak itt ilyen garázscégek, Google, meg Facebook, persze, meg ilyenek. Persze, világos, ilyen, ez Silicon Valley. Microsoft. Ott van a Stanford Egyetem, és a pillanat kijön, az csinál egy milliárdos üzletet. Igen, csinálnak egy applikációt, és akkor kezdi csókolom. Szóval, intermezzo után vissza a fundamentumokhoz, Japánból jön ki industrial production, ezek ilyen sárgák szoktak lenni, de amúgy általában ezek sokkal jobban hatnak. ETL-szélzből tudsz következtetni, hogy mi hogyan alakult náluk. A következő fontosabb adatok capital expenditure, ez is fontos, ebből is cíperet tudsz fogalni, illetve következtetni tudsz. Jön ki CPI adat Japánnak, érdekes, egy sárga színű, de hihetetlenül befolyásolja például a japán yennek az árazását. A housing starts, igen, hát a japánok azok nem állnak valami jól, ugye egy zsugorodó, itt látszik az, hogy nézzetek, hogy visszaesett a japánoknak a új házaknak az építése, mert egyre kevesebb gyerek van amúgy náluk, szóval ott megálltak egy ilyen. Ott is láttam valamilyen adatot, hogy azt hiszem 2040 környékére 60% a lakosságnak idősebb lesz, mint 60. Igen, hogy igen, igen. Hát mondjuk az nálunk semmi, mert azért ők simán megérdegélik a százat. Igen. Akárcsak a koreaiak, hogy ez a elmentem a feleségem nagyanyához. Nagyanyának az anyához. Most nem tudom, mert így, hogy egy ilyen 100, és mondom, ja, és ezért időpontot kell tőle venni, mert jár össze-vissza. Szóval nem lett bármikor beállítani, ha akkor jöttem. Nem az, hogy otthon ül, hanem össze-vissza. Szóval igen, náluk egy kicsit másképp a... Most volt, képzeld, volt itt a... Meg nem mondom most a nevét. Park Lane, itt a Park Lane mellett. Igen. És tartott a Yeji ilyen koreai kozmetikon bemutatót, és jöttek Koreából. A gyártótól jöttek ilyen bemutatóra, és mondta nekem, hogy szépen, na, mit gondolsz, hát mondom, meg egy fiatal csajzik, amit tudom, hát most hogy hány évesek? Hát mondom, 22-23. Szóval az egyik az 34, a másik 36. Mondom, mi van? Úgy néztek ki, mint aki ilyen tínédzserek konkrétan, azt 36, érted? Hát én vagyok 37, 38 ezek hamarosan, hát hozzájuk képest, kb. Apjuk lehetnék, úgy nézek ki. Jó, szóval megy tovább. Kanadából kapunk GDP adatokat úgy szintén, illetve jön egy core PCE, ez a personal cost expenditure, ugye? Jól mondom? Ez a personal consumption expenditure, igen.
Consumption Expenditure, ez megint egyenes arányban össze van kötve a CPI-jal, úgyhogy ez egy fontos hír lesz, ezért itt majd be is tudjuk dobni például az Event Manager-t, illetve jönnek ki PM adatok Chicagóból, ez most nem annyira szokta befolyásolni őket, de érdemes odafigyelni. Hoppá, G20 meeting lesz 29-én, G20, és webinárium. Webinárium a G500-del, a G500-zal, így veletek együtt, és utána pedig lenn pénteki nap, kapunk, nem kapunk, ugye ez lenne az első. Na, péntek, igen. Az első péntek a hónapnak, de mivel elseje, még nincsenek kész az adatok, így az a általános szabály, hogy minden hónap első péntekén NFP, az nem valósul meg, mert nem kapunk NFP adatokat, hanem, és ez következő héten kell, hogy következzen, és következő hét pénteken NFP adatok jönnek, úgyhogy most pénteken nem lesz NFP, hanem majd következő héten lehet rávetődni a dollár árfolyamokra, sőt, jövő héten még több más érdekes dolog is lesz, kamatdöntések, Európából is, press conference, Fetcher testify, szóval itt lesz érdekes. Következő hét az nagyon mozgalmas lesz, ez a hét ez nyugalmasabb, de az jó is, mert legalább nyugodtan tudnak megvalósulni azok az elemzések, amelyek ugye technikai alapból indulnak ki, és összekötjük őket a fundamentumokkal. Jó, a fundamentumok szempontjából én ennyit akartam mondani. A pozícióink ezek. Nagyon szép szívecskéket szoktam kapni, ezt hadd mutassam meg, hogy ilyen lezártunk nyert, és kapom ezeket a szívecskéket, hogy akkor királyság, minden király. De múlt hét az nagyon jól sikerült, hogy egy kicsit, hogy dicsekedjek a múlt hétről, ugyanis a múlt hetünk, itt nekem ez elrontotta, de a múlt hetünk az plusz 4000 fölött zártuk le, és akkor itt van zárt pozi, 2007-re fordultunk, igen, mindig valahogy úgy van, mindig a hétre nehezebb, hogy bemegyünk egy kis mínuszba, és akkor a hét végére fölrallizunk, és igen, itt zárjuk az egy ketterőmat, igen, ez plusz 3000-be vagyunk, és akkor így értük el, még lezártuk, plusz 4000 fölé tudtunk emelkedni, plusz 1000 az Ethereum, és akkor 3000, azért mondom, hogy 4500 lett a vége a múlt hétnek, úgyhogy ott is kaptuk a szívecskéket, meg a pacsikat, úgyhogy köszönjük szépen, hajrá, csak itt tovább, a trend legyen velünk. Akkor ezzel el is köszönnénk, még egyszer azért emlékeztető, ugye, tehát most csütörtökön lesz a webinárunk, még lehet jelentkezni, de már nem túl soká, tehát akit érdekel a dolog, az jelentkezzen mielőbb, azt javasoljuk, ingyenes a dolog, úgyhogy kockázat nincs. Sőt, lehet nyerni, 3x500 eurót sorsolunk ki ugye a Q-marketesektől, és mivel volt több ilyen panasz is, ezért így, hát na, így beszéltük azt, hogy gondolkodunk, hogy akkor ezt hogyan, meg miként folytatjuk velük, vagy leszedjük őket, és akkor nem meglátjuk már. Általában mindig ez van, amikor valahova azért megegyezünk, akkor minden király, és amikor már elkezdünk kereskedni, pörög a nyerő, akkor meg hirtelen ilyen megemelik a swapot, meg ilyenek vannak, úgyhogy így ez van, gyerekek, hát most keressük a következő gyöngyszemet. Akkor ezzel el is köszönnénk, az rend legyen velünk, sziasztok a jövő hétig. Sziasztok, ciao.